meg is van a következő kiválasztottan. Fundemade Maker. Azt a kurva kaják, izgulok. Én igazából őt ismerem úgy, mint hogy így YouTube-os tevékenysége által, úgyhogy szerintem neki is adjunk egy 2000-es mit szóltok. Azaz 5 euró hány centet? Szóval, ha donételek 5 euró 93 centet, akkor csinálsz egy Lesz Gaming kritika videót? Pölös, üdv Alex. Meg is jött. Szóval jött Üdvözlök mindenkit, én Nagy Márton vagyok, Amondó, és összeszedtem nektek aktuálisan, tehát a trendingben lévő, a mai nap is releváns 10 legsuttyobb magyar youtubert, akik permanens kisgyerekeket butítanak a videóikban. Első, Alex Gaming. Az első helyezett Alex Gaming, nyami-nyami, ő az aktualitása miatt lett első, hiszen ő az a listáról, aki ugyanazzal a tartalom nélküli, személyiség nélküli reakció, kihívás videóival a legnagyobb nézettséget képes elérni a mai napon. Alex Gaming szinte mindegyik az eddigi listáról, ha összeadjuk az eddigi videósokat, olyan, mint egy Geri Berki Krisztián nélkül, olyan, mint egy Dezső Bence, egy R Bence, egy Elek Robi, egy Viccelek, és pont azért, mert ő a legjobban olyan, mint mindenki, éppen ezért ő a legsemmilyenebb. Gyomorontás fog kapni. Alex Gaming minden videója súrolja 200 ezer megtekintést, és közel minden ötödik videójában a saját húgát használja fel a nézettségért, és ezt úgy értsétek, hogy én csináltam egész pályafutásom alatt 5-6 közös videót a húgommal, azért mert élveztük csinálni ezeket a videókat, úgyhogy én voltam 15, a húgom meg 13. Alex Gaming esetében heti szinten szerepel a húgom szó a címben, és ránézésre Alex Gaming, akinek ne tévesszem meg senkit a gaming szó nevében, mára köze sincs ehhez a csatornájának, heti szinten teszi rá az indexképre a ránézésre is erősen 12-15 év körüli húgát a nézettségért, úgyhogy 18-19 évesnek tűnik minimum a srác. Nagy üzemben használja ki a családtagjait a nézettségért, és teljesen eltorzult az őszinte jellege az ilyen típusú videóknak. A gigantikus megtekintés száma mellett szembetűnő itt is az algoritmus kijátszása, miközben a húga mellett még a barátnőjével is rengeteg videót készít és kihasználja folyamatosan azt, hogy ő lány, hogy lányok. Alex Gaming az eddigiek közül a legérdektelenebb figura, és ezt a szintet nagyon nehéz elérni, hiszen az eddigiek is személyiség tekintetében a semmit közelítették meg, de ez a srác az érdektelenség és a személyiség nélküliség új szintjét produkálja itt a YouTube-on. Az esetében azt sem tudom, miért lehetne rajongani, mintha nem is létezne a srác, annyira nincs benne a saját videóiban, annyira semmilyen. Alex Gaming már tudatosan építi a csatornáját arra, hogy kihasználja az állítólagos szeretteit, és új szintre süllyeszti a tartalom nélküli kattintásvadász kollaborációk műfaját. Tisztában van vele, hiszen felnőtt ember, hogy miért kattintanak a videóira a kisgyerekek, mégis kiteszi ennek a fiatalkorú húgát. A Jutúró nevű csatorna eltűnését 10 másik sokkal rosszabb követte, és eltűntek a közösségből azok az emberek, akik felszólaljanak ellene érdekes módon. Hirtelen, ami eddig kis mennyiségben probléma volt, ma már nagy mennyiségben sem az, és szemet hunyunk felette. Alex Gaming addig fogja fejni a pénzfát, amit a lányok jelenléte a videóiban okoz, ameddig csak lehetősége van rá, ameddig a kisgyerekek kattintanak, ameddig az algoritmust kijátszhatja. Úgy látszik, hogy ha választani kell, a legtöbben önszántukból beleromlanak ebbe a rendszerbe, és a kényelmesebb igény telenebb szellemi pusztulást választják a valódi alkotás helyett. Már megtörtént, előbb volt a donét, mint a kérdés, amikor bazdmeg a mainstream videósok már azt akarják, hogy csináljak róluk kritikát. Na az az új szint, amikor egyfajta ilyen trash mérő az, hogyha ilyen videót csinálok valakiről. Na jó. Ha a fanminékkor csinál rólam videót, akkor elég trash vagyok, akkor elértem valamit. Köszi szépen Alex Gaming, ha az igazi vagy, ha nem. Szívesen. 93 cent. Én megvehető vagyok. Nekem $5.93 megvehető a véleményem. Te nem is vagy olyan hülye, mint amilyennek látszol.